A Barcelona és a Real Madrid csatázik a fiatal magyarért. A Puskás Akadémián pallérozódó Tajti Mátyás felhívta magára a nagyvilág figyelmét. A 15 éves középpályás alapembere a magyar U16-os válogatottnak és a felcsútiak korosztályos csapatának. Utóbbival tavaly szeptemberben második lett a Georg Hehagy Akadémia által szervezett Kelet Csillagai Kupán, és begyűjtötte a legjobb játékosnak járó elismerést, amit személyesen a román legendától vett át. Kiváló teljesítményére azonban az U16-os válogatottban figyeltek fel, szintén 2013. szeptemberében. Ekkor a korosztályos együttes Barcelonába látogatott, és két felkészülési mérkőzést vívott az espanyol fiataljaival, egy 2-0-es vereség és egy 3-0-es győzelem a mérleg. A Barcelona menedzsereit vette észre Tajti Mátyást, akit decemberben egy hetes próbajátékra hívtak. Ezen olyannyira megfelelt a Puskás Akadémia fiatalja, hogy rögtön 3 éves szerződés ajánlatot kapott a katalán klubtól, ám nem bólintott rá rögtön. Ez felkeltette a Puskás Akadémiával együttműködő Real Madrid figyelmét, a fővárosi óriás klub pedig szintén ismerkedésre hívta Tajtit, aki a héten, vasárnapig, a blancóknál tartózkodik, és csak ezután dönt arról, hol folytatja a pályafutását. De hogy még bonyolultabb legyen a történet, Hagi Akadémián is szeretné a soraiban tudni a 15 esztendős magyar középpályást, aki tehát válogathat az ajánlatok közül. A Tajti név egyébként jó cseng a magyar labdarúgásban, Mátyás nagyapja, idősebb Tajti József 1966 és 1973 között a Honvédban futballozott, majd edzőként dolgozott többek között a Videótonnál, korosztályos válogatottaknál, a Dunafernél és a Pestnél is. Ifjabb Tajti József, Mátyás édesapja, pedig a Puskás Akadémia vezetője. Forrás: nemzetisport.hu.